A Global Focus Kft. Által forgalmazott Emeru gyártmányú Optima 7-es kézi füstgázelemző műszer sok oldalon használható mindennapi tüzelés technikai mérésekben. Néhány ismérve a műszernek, ez egy alapműszer, amelyben szénmonoxidot, oxigént tudunk mérni, de bővíthető 7 különböző egyéb gázra is, úgy mint nitrogénoxidokra, kén-dioxidra, metára, propánra, kívánság szerint azokat a szenzorokat is beépítik. A maga a műszer egy ilyen hordozható táskába jön forgalomba. A főegység a kézi egység, látható itt, ahhoz csatlakozik a szenzor, illetve a szondaszár, a szivattyú a készülékben van, és itt oldal található egy kondenzát leválasztó, mert a gázban jelentős mennyiségű kondenzátum van, és hogy ne kerüljön be a készülékbe, ahol különböző problémát okozhat, leválik ebbe a csőbe, és van egy cserélhető szűrő is. Most egy füstgáz elemzést végzünk éppen, láthatók a mérési értékek. Az adatokat le lehet tárolni egy mini SD kártyára rögzítve, vagy pedig nyomtatóra át lehet venni infraporton keresztül. Itt látható hozzátartozó nyomtató táskába, és maga a szonda az rögzíthető egy mérési ponton, ebben a konusszal, ebben egy hőmérséklet érzékelő található, és innen a gáz egy kb. 2 méteres csővel érkezik a műszerbe. A mért komponenseken kívül lehetőség van nyomás, hőmérséklet, delta P, delta T és térfogat áramlás mérésére. A szén-dioxid komponenst azt nem mérjük, hanem kalkuláljuk a égés technikai paraméterek alapján. Ezen kívül kijelölhető, illetve mérhető a hatásfok, veszteség, légfelesleg. A készülék a TÜV megfelelő szabványai szerinti certifikációval rendelkezik. Jelenleg az Optima 7-es füstgázellemző kéziműszernek a főmenüjét láthatjuk, ahol lehetőség van füstgázmérésre, nyomásmérésre, nyomás különbségmérésre, az utolsó mérést elő tudjuk hívni, és nullpont felvételre. A nullpont felvétel az mindjárt a mérések előtt történik, környezeti levegőben. Ennek az ideje körülbelül egy-két perc, amíg a rendszer átöblítődik környezeti levegővel, utána lehet belépni mondjuk a vizsgálmérésbe, okével, és akkor itt különböző programok vannak előre előkészítve. Ezt képpen visszaléphetünk, vagy nyomásmérésre. Itt láthatók a differenciál nyomás értékek, a gázáramlati nyomás, különböző nyomásrészek, megint visszamegyünk, akkor hőmérsékletmérés is lehetőség van. Itt ez a két adat, a kéken látható a környezeti levegő, tehát ami a műszer mellett van, és a pirosan látható a szonda hőmérséklete, ami persze ennél sokkal magasabb mérés közben látjuk, hogy emelkedik. Akkor visszamegyünk, a utolsó mérést elő lehet hívni például. És akkor itt láthatók az egyes paraméterek, az oxigén százalékba kijelölve, a szénmonoxid ppm-be, a gáz, nak a hőmérséklete, tehát a mért gáz hőmérséklet, levegő, a kettőnek a különbsége és a lambda a
légfelesleg persze most nincs mérés alatt, azért nem látható semmi. Léphetünk bármikor, és akkor tárolásnál ezekkel a segédgombokkal lehet a különböző almenükbe belépni, indításnál F1-jel, tárolásnál F2-be, és az extrák az F3. Itt be lehet állítani a dátumot, időt, ügyfélszolgálatnak telefonját, gyári beállításra vissza lehet értékeket keresni, a szervizértékeket, tömítettségi tesztet lehet végezni, ez egy nagyon ügyes funkció, ahhoz tömítettségi tesztet végezzünk, akkor egy sapkával le kell zárni a szondát, akkor meg kell nyomni, és akkor egy 10 másodperc alatt kijelzi a műszer, hogy mérésre kész, vagy pedig valahol valami szivárgás van, tehát meg kell keresni. Hát ennyi lenne röviden. Ez az Optima 7-es nagyon sok oldalon használható, helyszíni gyors mérésekre, akár tüzelés technikába, vagy környezeti mérésekre, vagy üzemi mérésekre. És akkor ennyi, és akkor a nyomtatás, a kikapcsolás az itt történik ezen a gombon, a menü görgetése ezekkel a gombokkal. Ilyenkor még rákérdez a műszer, hogy valóban kikapcsolom? Igen, kikapcsolom. Oké. Figyelmeztet, hogy a kondenzátumot öntsek.